A kőleves népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy háborúból hazatérő szegény katona. Rongyosan és éhesen ment egyik faluból ki a másikba be, de bizony nem kínálták meg sehol se egy falás kenyérrel vagy egy kis meleg levessel. Bekérezkedett az egyik házhoz is, kért a másik háznál is. Volt, ahol a kutyát is ráeresztették, máshol meg olyan szegénynek tettették magukat, mint akiknek semmiük sincs. Elhatározta magában a katona, hogy a következő faluban bemegy a legelső házba, és lakjon ott bárki is, levest főz magának. Ahogy beért a faluba, föl is vett az útról egy követ, és bement a legelső házba. Egy öreg asszony lakott itt. Jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, vitéz uram! Hát, hogy mint szolgál az egészsége? Az enyém szolgál, ahogy szolgál. Hát, vitéz hogy szolgál? Nekem is éppen úgy szolgál, ahogy szolgál, de nagyon éhes vagyok, és úgy ennék valamit, ha volna, aki szívesen adna. Jaj, lelkem, vitéz uram, adnék én, ha volna. De én is olyan szegény vagyok, mint a templomegere. Semmim sincs. Tiszta üres a kamrám, üres a padlásom, üres mindenem. Még egy falás sincs idehaza. Jól van, mondja a katona. Én nem vagyok annyira szegény, mint az látszik. Van itt a zsebemben egy jó nagy kő. Ebből én tudnék levest főzni, csak kéne egy üstöcske vagy egy fazék, amiben megfőzhetném. Kíváncsi lett nagyon az öreg asszony, milyen lehet az a kőleves. Fazekat éppen adhatok, mert az van elég, mondja az öreg asszony. Csak az nincs, amit beletehetnék. Megmosta a katona a követ jó alaposan, aztán beletette a fazékba. Az öreg asszony tüzet rakott. A katona vizet töltött a kőre, s oda tette főni. Időnként egy jó hosszú fakanállal megkeverte a vizet. Leste az öregasszony, hogy mit csinál a katona. Amikor a víz már fort, a katona megkóstolta a levest. finomnak finom, mondja, de ha egy kicsi só volna benne, akkor még finomabb volna. Hozok sót, van nekem, sürgölődött az öregasszony, és már hozta is. Beletette a katona a levesbe a sót, megkevergette jól, és azt mondta: Tudja-e, ha lenne egy kanálka zsírja, akkor lenne igazán jó ez a leves, felelt rá az öreg asszony. Van nekem az is, hozok én. Hozott egy kanál zsírt, azt is beleeresztették a fazékba. Kevergette a katona a levest, kóstolgatta, az öreg asszony megleste. Azt mondta egyszer csak a katona. Tudja, én gyakran főzök kőlevest, és elmondhatom, hogy a kőleves akkor a legfinomabb, ha egy kis kolbász is kerül bele. Van nekem kolbászom, vallotta be az öregasszony. Hozok én egy darabot a kamrából. De is ment. A katona meg utána kiáltott. Hozzon akkor már két darabot, öreganyám, mert nekem is kell egy darab, meg magának is. Hozok, hozok, kiáltott vissza az öregasszony, és már hozta is a két darab kolbászt. A katona beletette azt is a fazékba közben szép lassan kevergette, kóstolgatta. Tudja-e, Szólat meg újra, ha volna egy pár szem krumplia, azt még beleapríthatnánk a levesbe, és ha még egy kis zöldség is kerülne, az volna csak igazán fölséges. Van nekem az is, büszkélkedett az öreg asszony, mindjárt hozom is. Hamar hozott pár zöldséget, krumplit, az gyorsan megpucolták, végül azt mondta az öreg asszonynak. Kóstolja csak meg maga is, hogy milyen jó. Megkóstolja az öregasszony is. Jaj, hát sose hittem volna, hogy kőből ilyen jó levest lehessen főzni. Csapta össze a kezét. Hagyták még egy kicsit főni, aztán így szólt a katona. Még egy pár szem is jó lenne benne, ha volna, de ugye az nincsen. Van nekem az is, bólogatott az öregasszony. Hamar még egy pár szemrist is hozzátettek felsóhajtott a katona. Na most már tisztára olyan ez a leves, mint amilyen neked én szoktam főzni. Megvárták, hogy megfőjön, aztán a katona szedett egy jó nagy tányérral az öregasszonynak, egyet magának, és jó ízűen megették. Az öregasszony nem győzött eleget csodálkozni, hogy miként lehet egy kőből ilyen jó levest főzni. Mikor jól laktak, azt kérdezte a katonától mondja vitéz uram, nem adná el ezt a követ. Sokszor az sincs, amit főzzek, és ebből milyen jó leves tudnék én főzni. Eladom én szívesen, felelte a katona, és elmosolyodott a bajusza alatt. Száz forintért odaadom. Az öreg asszony hamar odaadta a száz forintot, kivette a levesből a követ, egy kendőbe betakargatta, s jól eldugta. A katona meg elsomfordált a száz forinttal, nehogy az öreg asszony meggondolja magát. Így már jól is lakott, és volt neki száz forintja is. Vígan róta estig az utat, amíg nem talált megint egy olyan öreg asszonyt, aki nem tudta, hogyan kell főzni a kőlevest. Ott aztán újra jól lakott. Ez volt a kőleves története. Éljetek úgy, hogy nektek soha se kelljen megkóstolnotok.